Üdv mindenkinek, Scuderia vagyok, és innen a Lászból jelentkezek ismét, megvan minden. Illetve egy kis erőlépés is történt a játékban, ugyanis dolgozgattam benne PvP-ről lévén, szó nem hagyhattam annyiban, és néha föllépkedtem videón kívül, mert nem volt alkalmam rögzíteni, de építettem egy házikót. Most ezt járjuk be. Ezzel indult az egész, hogy összegyűjtöttem némi követ, és csináltam ide egy helységet, ennyi volt meg belőle, és hát addig nem építettem természetesen meg, amíg nem volt a vasajtó a rendelkezésemre állva. Addig csak gyűjtögettem, aztán ilyen szütyőkbe elástam a cuccokat, aztán úgy. Hát létrehoztam három kemencét, itt, ide, ugye mutatom a többi helységet, ezt közben bővítgettem, ahogy utána már be tudtam termelni, van némi fém is már az épületben, ez a fő kiárat egyébként. Itt van egy szerelőasztal is, már azóta itt van egy felső szint. Itt már nagyjából fém minden ezen a részen. Ez egy ilyen, hát ilyen loot helységnek indul, meg itt van a hálózsákom. Mik ezek a hangok? Valami medve lehet, mert ilyen dübörög. Na, aztán itt van ez a szint, ezzel még nem kezdtem semmit, még ez se kapott el, hihetetlen. Na. Ez be van zárva, ez nem tudok mit csinálni, csak hagytam egy ilyen nyílást, ahol tovább tudom majd építeni a bázist. Aha. A szomszédságom. Valószínűleg ő lehet egy ismerős, akivel, akinek megadtam a szerver címét. Mondta, hogy a közelembe épít egy bázist. Jó, hát most akkor lemegyek. Magamhoz veszem a kis szerszámaimat. Ja, már nálam is vannak, ahogy látom. Azt nézem, hogy ezt nem kéne cipelnem, ezt a sok szenet. Ja, sok égetésből elég sok szenem lett. Viszont el kéne mennem fáért, mert abból viszont nagyon gyatrán állok. Meg viszünk kaját, ez mi, ez nyers? Ez nyers. Nyers dakula, nem nyers kajám. Itt nincs. Itt sincs. Megettem volna. Na mindjárt megnézzük, lehet, hogy a lenti szinten van valahol, vagy ott tárolom az ilyesmit, már nem emlékszem rá, itt nincs. Á, itt van ez, kaja. Jaj, de sült húsi, oké. Jó, hát viszek egy, mit tudom én, kettőt, az elég. Hagyjuk itthon is. Jó, iszunk egy kortyot. Jó, még mindig nem próbáltam meg a palacból áttöltést, de meg fogom próbálni. Most megint elfelejtem majd egy ideig, aztán eszembe fog jutni. Meg nincs is két palackom most, úgyhogy... Jó, ezt bezárjuk, és akkor hát ennyi cuccal elindulok. Kinézünk, hogy mi a helyzet. Ott egy bányagép, igen, ezt mondta az ismerős, hogy lerakta. Lehet használni. Azt nézem, milyen kopások vannak itt. Ennek van némi kopása. Ennek is. Jó, ezeket majd rendbe rakjuk. Ezt még nem tudtam fölfejleszteni, ezt a részt. Nagyon-nagyon drasztikusan még nincs elkopva semmi, úgyhogy... Jó. Látom, leszüretelték itt a cuccaimat, egy csomó mindent ültettem. Sütőtök. Mit lehet ebből megenni? Ebben van egy kis tartalom. Ezekben nem sok. Ezt az egy magot megelültetjük valahova. Mondjuk legyen itt. Oké. Jön a helikopter, de nekem nincs se ruhám, se semmim, úgyhogy... Hű, de kiirtották, itt volt egy hatalmas erdő. Na mindegy. Menjünk. Igazából nekem mindenre szükségem van. Mindenre, tehát tényleg. Amit csak találok, össze kell gyűjtögetnem. Volt itt egy medve is az előbb a hangokból ítélve. Ó, még csak 8-es szintű vagyok, azt hittem 9-10 körül járok. Na mindegy. Az emlékeim becsaptak. Jó, hát jó lenne, ha találnák valami bányász holmit is, bár... Lehet, hogy be kéne kapcsolnom a bányagépet. Nem tudom, milyen sokan játszanak most éppen, de... A helikopter, arrafele hallom. Ott is van, jó, oké. Hát kicsit ki van írtva az erdő.
azt kell, hogy mondjam, itt egy tök nagy erdő volt. Tegnap még. Ugye itt is reset volt, ugye, amikor elkezdtem játszani, úgyhogy most már kezdenek felhasználók játszani. Na mindegy, ezt a fát ezt kiveszem. Meg azt ott. Aztán még azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy azt csinálom, hogy elmegyek ide a reptérre, ahol ollálkodik a helikopter egy kis loot körözésre. Úgyis ott elmaradtam egy ilyen bejárással a melyik részbe is, az előző epizódba. Úgyhogy lehet, hogy inkább gyűjtögetünk ott valami hasznos cuccot, ha már itt nem fog találni semmit se. Ezt a fát is kicsapjuk. Az ilyen komolyabbakat. Baltácskám meg a csákányom, ez talált tárgy mindegyik. Javítva voltak, mint látjátok. És úgy látszik a javítás, hogy onnan indul a HP csíkja mind a kettőnek. A csákány kicsit rosszabb állapotban van már. A jégcsákány meg még nem volt javítva, úgyhogy az még javítható teljesen. Illetve teljesen nem, mert körülbelül annyi a HP veszteség egy javításnál, mint a baltának, ahogy ott el van tűnve az a felső csíkja. De ez ilyen újításnak tűnik, ez eddig nem volt. A kukoricát talán lehet születelni? Ó, kukoricát születelünk, szuper! Az életben nem szeretem a kukoricát. Itt is csak akkor eszem meg, hogyha nincs mit enni. Meg ha el akarom ültetni, most pedig el akarom majd ültetni. Jó lenne a 9-es szintet megugrani, nem tudom, hogy mit kapok akkor, de biztos jó dolgok jönnek a 9-es szinten. Én hiszek benne. Na gyerünk, gyerünk. Ja, monyák idő van. Valami mozgást hallottam. Most jó lenne egy vaddisznó is például. Bár azt, mondjuk azt le tudom csapkodni a csákimmal. A vasajtóval annyi szívás volt. Eljutottam a vasajtóig. És az történt, hogy egy ló. Az történt a vasajtónál, hogy nagy nehezen kifejlesztettem a szintet, elértem a szintet, de elfogyott az XP, mert elköltöttem mindenféle ruhára. És ruha tervekre, vagy hát hogy meg tudjam csinálni, nem tudtam csinálni ruhát, egy darabot sem, mert klot az nincs sehol, vagy hát ez a kender sehol itt a környéken, illetve azon a részen lehet találni, mert mindjárt átmegyek oda is egyet. Lehet ennyi fát most hivágtam, haza kéne vinnem. Félek, hogy elkapnak. Ja. Ezt meg a barátját még kivágom ott. Megnézem, mennyi van. Hát... jó, azért már nem kevés, de nem is olyan über sok. Viszont a szerveren viszonylag rendesek a userek, már úgy nem találkoztam még eddig a nagyon gonosz felhasználóval. Látják, hogy mesztelen vagyok, nem igen bántottak. Sőt, még mondták, hogy nyugodtan vágjak fel, hogy észrevettem valakit, és elfutottam. Akkor rám szólt röhögve, hogy hova igyekszem, nyugodtan dolgozzak. Úgyhogy eddig minden szomszédom normális, vagy hát akik itt a környéken vannak. Ugye a közvetlen szomszédom az mostanában kezdett építkezni, de ő elég sok energiát belefetszölt, ahogy látom már. Tehát a bányagép is az övé. A kicsit túl a házán van egy hegy, annak a völgyében ott van egy hatalmas ház, ott egy elég nagy ház van, meg itt is, ezen a részen is, hogyha arra fele megyünk, ott is van egy nagy, vagy ott is van egy épülő ház. De azt hiszem, ővele találkoztam már, aki ott lakik. Ő sem volt gonosz. Egyelőre nem harcoltunk. Na, ezt még kivágjuk, aztán meg lesz a 4-5000 fa. Gyerünk, gyerünk, oké, na nézzük. 1, 2, 3, 4000, meg 100, na még egyet még kivágunk, bár ilyenkor szokott az lenni, hogy azt az utolsót már nem kellett volna kivágnom. Most megkockáztatjuk. Ezt még kivágom. Vagy hát ezt az 5000-et meg összegyűjtöm. Aztán akkor
akkor hazaviszem, és akkor még elugrok ide a szomszédba egy kis klotot vadászni. Ja, a fát azt nem viszem magammal, az kockázatos mindenképp. Meg aztán hátha találok ott egy kis követ, mert az nem ártana. Bár a reptéren meg van olaj, meg finomító is, úgyhogy lehet, hogy az lesz a végső cél, hogy beüzemelem a bányagépet. Még fegyverem az nincsen. Azért is akarok elmenni egy kicsit a reptérre, hogyha nyugalom van most éppen. Mert megjön a helikopter. Ja, de nincsen ruhám, úgyhogy nincs vész, de most lassan meg lesz a... Itt, ha ez kő lenne, de nem kő ez, nem. Ah, de kár, pedig hogyha begyűjthettem volna, az nagyon király lett volna. Most nagyon ki van tisztulva itt a plac. Mondom, itt egy hatalmas, sűrű erdő volt. Most meg egy nagy puszta, köves puszta. Ja. És egy csomó vaddisznó is volt mindig. Hol van a házam? Ja, itt jó. Nem semmi, hogy már kőfejtőt tudott lerakni ide a szomszéd. Azért az nem rossz dolog. Így, gyorsan biztonságba helyezzük ezt a sok jó kis fát. Mondjuk ide. Azt mondja, hogy ide egy pici fa, oda egy pici fa. Megeszem ezt a sok kaját, amit hoztam. Hó, kicsit el is számoltam volna magam. De elám, na mindegy, megesszük ezeket. Elültetjük ezt a sok kukoricát, ezt a gombát is benyalom. Oké, ide kirakjuk ezt. Ja. Jó. Nekem ez így jó. Kukoricát azt elültetem. Na, mi van még nálam, ami nem kéne, hogy nálam legyen? Minden maradhat nálam, jó. Oké. Ja, hol vannak a magok? Egy, né? Valami jó helyre kéne ide, bár innen kiszednek, ott is. Ja, az a szomszéd, oké. Egy, kettő, három, négy kukorica. Ezt se én fogom megenni valószínűleg. Na, akkor átmegyek még oda túloldalra. Távoli... az egy maci? Az egy maci. Macit elkerüljük, elmegyünk arra. Végülis nekem tök mindegy, hol megyek át. Nem tudom, a maci merre szokott közlekedni. Nem erre jön, az jó. Ojoj, hát ezt kitermeljük. Nem ezzel, hanem ezzel. Közben árgus szemekkel figyeljük a horizontot. Medvekoma merre jön. Szívem szerint ezt se vinném be oda be. Szerintem hazaviszem ezt is, mert nincs is messze. Ó, megvan a 9-es szint. Vödör sisak, az nagyszerű. Dupla fémlemez ajtó. Annak is örülök, a dupla fémlemez ajtónak is, mert... Laci-laci? Nem tudom merre fel. De itt is valami járat lehet ezen a részén is, mert egyszer már hallottam itt hupogni őket. Viszont nem tudom, hogy megcsinálták-e azt, hogy a platformokon védett vagyok, úgyhogy... Úgyhogy az még egy kérdéses dolog, ott egy ló. Jó, azt nem piszkáljuk. Ezt most csak ide hanyagul belehányjuk. Ezért érdemes azért hazajönni, ebbe lesz fém is bőven, úgyhogy... Jó. Akkor most viszont én bemegyek a... oda. Mivel a... medve az errefele bóklászik, akkor inkább fölmegyek ide a sziklás területre. Egyrészt hát, ha találok itt is követ. Az időt is nézem, nehogy túl sok mindent rögzítsek.
Nem tudom, mi van fönt egyébként, mert... Na, hogyan jutok ide a legkönnyebben föl? Talán itt nem. Itt igen. Mettem volna körbe is, lehet, hogy kicsit egyszerűbb lett volna, de itt vannak ilyen ösvények. Itt még szembe jöhet mondjuk valami. Mondjuk itt a reptéren már kétszer ölt meg farkas, tehát nem tudom miért, ott portyáznak, ott lesegetnek a... Az egy szarvas, az jó. Azzal nincs bajunk. Jó. Nem hiszem, hogy csákánnyal meg tudom ölni a farka, vagy azt a bárányt, szarvast. Itt megnézzük, mi van. Érc. Fa. A lehető legjobb opció az XP gyűjtésen, mindig mondom, ez a... Ott egy kő, azt ki kell termelnem. Futkosott, talán az ősz futkosott, ott nem a farkas, ugye? Ezen a dombon. Na mindegy, ezt meg kell kockáztassam. Nagyon kevés kő van mostanában. Az elején, amikor építettem a házat, akkor viszonylag jól találtam követ, de most nagyon ritka. Úgyhogy... Mindet meg kell fogni, amit csak lehet. Lehet, hogyha ezt kiszedem, akkor megint lesz egy ezer... Ha haza is tudom vinni, persze. Akkor lesz egy ezer fémre valóm megint. Meg tudom erősíteni a házat. Igazából fejleszteni akarom, egy külső gyűrűt akarok csinálni. Jó. Gut, menjünk tovább. Most bemegyünk a bázisra. Hát, ha találunk valamit. Csetet elfelejtettem kikapcsolni, de... Hopp, ott is egy kő. Beírok valamit én is, hogy azért lássák, hogy... Lássák, hogy nem vagyok passzív. Hát, hogyha nem ölnek meg majd később. Itt vigyázni kell, mert itt is azt annyi farkas szokott lenni. Ott egy doboz. Azért elfutok. Gyorsan belekukkantunk, egy kis alma, egy kis csoki. Azzal föltuningoltam magam. Na most hirtelen fordultam, nem tudom hol vagyok. Ott a kövem. Hát... Megint hajlok rá, hogy haza kéne vinni. A sors kísértése, ha itt ennyi kővel meg... Most jó sokan vannak itt, ahogy látom itt a csetet. Elközelebb majd kikapcsolom, hogy ne legyen zavaró, de... Elnézést, most elfelejtettem, mindig szoktam kikapcsolni, csak közben kommunikáltam velük az előző epizódba. No, mennyi az annyi? Ó, ezt hazaviszem, én ezzel nem futkosok itt a reptéren. És akkor utána viszont egyenesen bemegyünk a reptérre. Nem merek most bemenni. Kockázatos. Közben gyűjtögetünk. Hát, ha még találnák mondjuk... Kender, de mondjuk itt lehetne, mert ez egy elég nagy füves plac. Na. Lenyarga. Ujjjjj, de jó, hogy nem futottam ott le az ösvényen. Nézzünk csak körbe. Innen a magaslati pontról, Maci-Laci ügybe. Jó, megyünk erre. Elkerüljük. Ez lehet az a medve, amelyik ott lent bóklászott. Hát abban most pont belefutottam volna, mert ott volt az ösvény. Jó, medve ott maradt. Helyes. Ezt a fajtót kéne ott fönt lecserélni. Lehet, hogy akkor azzal ügyködök most egy kicsit. Megcsináljuk ezt a fajtó cserét ott fölül. Mert most már annyi mindent összegyűjtöttem, hogy ez így már tök jó. Jó. Honnan van fám? Ja, azt is gyűjtöttem. Aha.
Jó, ezeket fölvisszük, mert ezekkel még egyelőre nem foglalatoskodok. Követ itt hagyom, meg ezt is, hozok le fát. Ja, ezt megeszem. Itt van egy üres flakonom. Aha, lehet, bár most meg ittam mindet, fönt van flakonom. Fölviszem. Megnézem ezt az öntögetős dolgot. De tényleg ezt az ajtót kicseréljük, mert az ott elég tré. És most szerintem van annyi anyagom. Itt nincs. 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 Csak ez egy palackon van. Jó, ez kell. Jó, ez is kell. Akkor... Ezt azért nem csináltam meg jobb anyagból még, mert ide inkább egy ilyen lépcsőfeljáró helyett ilyen csapóajtós valamit akarok majd később, hogyha lesz rá lehetőség. Ott a maci. Itt is kell, hogy rácsot csinálnom. Ez se valami életbiztosítás ez az ablak, gondolom. Nem tudom, hogy van-e fémrács. Ez fémrács 5 XP-r, de nem sok XP-n van. Meg kell nézni, mi az, amit még föl kell oldanom. Ez nem annyira fontos. Nem annyira fontos, nem annyira fontos. Ez jó lenne. Az jó lenne, de az már 7... 3, 4, ez nem fér bele. Csizmim az nincs. Csizma opcióm. Az is jó lenne, mert lábbelim az csak... az a betekert ilyen valami van. Hát ez meg ez kéne. De ennyi XP-m nincs. Viszont a 12 az lassan összejön. Jó. Akkor csináljuk meg a rácsot. Első körbe. A mondó vagyok. Az 5 XP. A 7 az nem jön ki. Végülis erre begyűjthetek még. Ja, hát ezt kell megcsinálnom, hogy a csizmát el kell döntenem. De erre nem lesz elég. De ide berakom az ajtót. Először lemegyek. Lemegyek, ja. Ide is beraktam már keretet, ide is rakok majd ilyen ajtót. Alkalmasint. No. Akkor, osszuk el jól. Hamar meglegyem. Nem hoztam le a fémet, vagy fölvittem, vagy föl se vittem. Nem vittem föl, helyes. Viszont nem tudom, van-e fémem odafönt, mert lehet, hogy még volt fémem is. Sőt, biztos, nem használtam én el mindet. Beszorultam, oké. Okay. Menjünk csak föl még egyszer. Essünk csak le még egyszer. Még egyszer ne essünk le. Mennyire kell fölmenni csak idáig? Néki Cézár. Nekem itt van még vasam. Nem hiszem, hogy mindet elhasználtam. Azért. Sőt, még ilyenem is van. Ezeket lerakjuk. Hoppá, van itt egy kis ilyen. Jó. Ezt elviszem, meg ezt. Hát ez annyira nem is fontos, de azért elviszem. Jó. Oké, most itt fogunk tevékenykedni az alsó kamrába. Na most akkor minden itthon van. Rengeteg kő. Hát olyan nagyon sok nem, de azért nem is kevés. Nem is kevés ez a kőmennyiség. Mire tudnám használni? Ilyenkor mit topog? Én topogok, vagy? Akkor egyet lépek így, és akkor belépek ide az inventoriba, akkor még utólag totyok párat. Na, jó van, mindegy. Azt mondja, hogy ehhez kell sok fa. Ó, most meg kevés lesz a... Nem lesz kevés, jó. Helyes, helyes. Na, akkor 1000. 1000 cucc, akkor kiveszek belőle 200-at. Akkor lesz 800. Nem tudok kivenni annyit pont. Nem támogatja. Na így. És akkor ezt már, hogyha dobálom szétfele, akkor ebből 200-ak lesznek. A 200 az jó, 200 az van meg az 1000-be, igen. Jó. Akkor viszont... Viszont hány kemencével fogom ezt égetni? Most megtartjuk a szenet is, úgyhogy...
Hát akkor jó, téged is kiegetünk, akkor lesz egy kis pazarlás. Vagy akkor itt százasával csináljam, hamarabb meg lesz. Jó, legyen úgy. 100, 100, 100. A 100-hoz kell 500 fa, ugye? Igen. Akkor ott is lesz 100, 100, 100. Jó. Viszont akkor kénytelen vagyok így megoldani. Akkor gyűjtögetem itt a cuccokat, mert nem, még egy 500-osom van, és azt nem akarom már így elpazarolni ilyesmire, hogy... Jó, ide berakjuk az 500-at, helyes. Oké, meg ide berakunk egyet, és akkor minden király. Hármat is berakhatunk, tök mindegy. Oké. Azt mondja, van 92 fánk. Mondjuk 100 fa, akkor 20 fémet. Hát ez az a nem szórakozunk. Lerakjuk itt ezt a mennyiséget. Itt is van 50 fa valami rejtélyes oknál fogva. Jó, hát végül is azt viszont elpazarolhatom, az... Az nem annyira fontos, szerintem. Ja, berakjuk ide, meg a maradék fémet. Szétdobva aztán, amit kiég belőle, nem érdekes. Szétszórjuk. Égni. Jó. Ebből amennyi biztos ki fog égni. Jó, mennek ezek is szépen. 424 már összegyűlött. Na, menjünk, cseréljük le a felső ajtót. Hát itt mindig leesek, de kéne van egy korlát, komolyan mondom. Jó, ugye rám is estelik, hogy teljesen jó az időzítés. Oj, oj, na. Most milyen bebuggoltam ide? Nem, nem. Itt van egy... Nem, itt biztos, hogy nincs. Valahol itt van egy kulcs. Direkt ehhez az ajtóhoz való kulcs. Ja, ez az. Már kint is elástam egyet. Vagy nem ástam, nem tudom, elástam valahova egy kulcsot, de hát nincs jelentősége, mert már régen nem az a, az ajtó van. Ott egy maci. Innen is jó belátni minden. Ó, azt a mindenit. Maci, maci. Ezek össze szoktak veszni a medvék egymással, mert ez tök jó lenne, akkor nem nekem kéne velük harcolni. De nem örülök nekik, hogy itt bóklásznak. Azt mondja, így, így. Így. És akkor rakjuk ezt föl, septibe. Így, és akkor ez is már egy kicsit biztonságosabbnak tűnik. Jó. Így akkor már egész jó a házikó, és akkor még ide kéne, ó, pont tudok ilyet csinálni. Egy rács, és akkor már azt mondom, hogy egész jó. Elnézést. Egész jó lesz így a házikó. Még ha látok egy picit. Ja nem, ezt már megvárjuk, ezt a fémrácsot. 13 szekundum, nem vészes. Ott meg egy ló. Szomszédomnak, annak fából van még azért a háza. Ott is egy medve, hogy ez most komolyan, ez már a harmadik. Ott van egy medve, az elfutott arra. Hm. Jó van. Na, kész lett a rács szerintem. Így van, ezt benyomjuk ide. Szuper, így már biztonságos a házikó. Erről a feléről is. Jó. Na, menjünk le, gyűjtsük be a szenet. Meg a fémet. Ja, nem ezt akartam gyűjtögetni, hanem a szén mennyiségeket. Ahogy... Na mindegy, ide berakjuk. 660? Ó, az komoly.
Rengeteg szén volt. Most két ugyanolyan, ez egy nyitogatok, ebbe van ennyi, ebbe meg... Hol a szén? Ja, nálam volt akkor az összes ezek szerint. Ez nem fogyott már el? Nem, még nem. Jó, mindegy, egyelőre akkor ennyi. Rakjuk itt ezt a sok ramancot, és akkor elmegyek ki javítgatni. Magamhoz veszek mondjuk ennyi követ. Ó, meg fa is kéne. Akkor még fel kell mennem fáért. Mert én el nem megyek most vidékre fáért. Azt még itt meg kéne javítgatnom. Jó, ezret leviszek, de annyit nem fog kivinni magammal. Bár mondjuk fa az a legkevesebb, tehát az nem csinál túl nagy galibát, ha valami gondja, és megjavítok mindent kint. Ott a maci van csak. Na nézzük. Na. Jó, ez rendben van. Csak ezeket kell javítgatni, ami kiló. Szuper. Szépen rám is esteledik mindjárt. Még ezt a felét megvizsgálom. Háznak, ez rendben van. Ez javításra szorul, meg ez. Meg ez. Oké, okay. Szerintem így most korrekt. A kő az nem sok mindenre kő nekem. Úgyhogy most egy kicsit update-elünk. Lehet, hogy ezekkel kell volna kezdenem. Mert ezek nem kopnak. Ja, legyen az. Ez kopik, az... Itt nincs olyan, amik nem kopik. Mit? De van egy. Jó. Elkihozom ezt az ezret. Végül is minek legyen. Semmi másra nem kell a kő. Bár mondjuk mire kell a kő nekem? Igazából nem kell semmire a kő. Nyilvesszőhöz kő kell. Azt hiszem, ahhoz kő kell, azt megnézem, mert az fegyvernek minősül. Vagy nem. Ja, nem, tölténynek minősül. Ja, kő kell hozzá. Jó, akkor nem. Akkor nem javítom meg, mert igazából fémből kéne megcsinálnom a külső körletet is majd. A falat kéne ebből a kőből. Mikor lesz ez kész már? Jó. Azt benn hagyjuk. Ez még itt szépen kiégítsél nekem. Időben hogy állunk? Ó, idő is van. Le is rám is esteledett. Jól van. Akkor innen a kandalló tűzétől és a nem tudom mennyire haladszik a zongora muzsikájával elbúcsúzok. Így akkor ennyi lenne a házam jelenleg, úgyhogy ezt fejlesztem most tovább. Az lesz majd a következő napi rendi pont, hogy bemegyünk a reptérre, meg el kell menni oda a folyón túl a tisztásra, ott egy kis klotot kéne gyűjtenem, kendert, mert egy darabom nincs, tényleg nincs egy darab. Tehát van 14 darabom lehet kb. Tehát egy hálózsákot nem tudok csinálni belőle, úgyhogy az lesz a következő napi rendi pontunk, hogy oda el kell jutni. Jól van, köszönöm, hogy megnéztetek, remélem tetszett az epizód. Házat megfejleszteni fogom, lehet, hogy videón kívül is építgetem, de majd lehet, hogy videóban is építgetem, úgyhogy az képlékeny. Mert most PvP-ben azért nem lehet annyira magára hagyni a játékot, tehát itt azért föl-föl lépegetek este fél órára is, csak nem mindig tudok videótartalmat készíteni belőle, de igyekszem majd megoldani ezt is. Oké, köszönöm, hogy megnéztetek, sziasztok! Nincs egy fákjám se. Miért adnak ilyen kevés fényt a kandallók?